Benni, azt hiszem, hogy ebben az esetben jogos lehet az a kérdés, hogy milyen érzés egy olimpiai döntőben ott lenni, ráadásul egy nagyon nehéz számmal kell 2000 méter. Eléggé stresszelteni. Legalábbis én most a középfutam, tudtam, hogy kemény lesz, de azért nem számítottam rá, hogy ennyire izgulni fogok talán előtte, vagy hát ugye egy ilyen jó leső izgalom fogott el. Úgy érzem, átestünk a tűzkerességen, és így higgadtabban és összeszedettebben tudunk majd a holnapi döntőhez nekiállni. Mellettetek indultak az ausztrálok, akik nyerték a futamon. Őket az előfutamban gyakorlatilag a szerbek levizezték. Gondoltatok arra, hogy ezt megpróbáljátok ti is? Hát, ugye eleve nem szabad, a szabályok azt írek elő, hogy nem szabad vizezni, természetesen az nem kizárható, hogyha a másik annyira előtted van is aládér. Próbálkoztunk vele a felkészülés során, de nem hozott szerencsét nekünk, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy erre nem reszkírozunk, inkább megyünk a saját pályánkat. Természetesen, hogyha alánk ír a víz, akkor húzatjuk vele magunkat, de amúgy nem játszottunk erre, nem tervezzük. Benni, a párot Hufnagel Tibor itt a végén egy picit összeroskadt, lefeküdt a stégre, látszott, hogy nagyon kihajtotta magát. Mi történt vele? Miért fáradt el ennyire? Nem tudom, hát kemények a futamok, itt már nincsen, hogy is mondjam, könnyű futam, illetve könnyű sorsolás. Ugye olimpiáról van szó, hogy tényleg csak a krémek krémje van itt, úgyhogy hát elfáradt, de bízom benne és ismerem már annyira Tibort, hogy holnapra összekapja magát, és ennél nagyobb, ennél többre is képesek vagyunk. Szóval ki fogjuk hajtani magunkat a végsőkig.